Már kapunyítás előtt hosszú sor kígyózott az ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnok bejáratánál, ami idén is csatlakozott az országosan szervezett jégpályák éjszakájához. Az évente megrendezett eseményen arról kérdeztük a résztvevőket, miért látogattak ki a különleges esti közönség korcsolyázásra. Azért, hogy itt a barátaimmal legyek, jól érezzem magamat, jó a hangulat, jó a társaság, meg minden. Mi úgy annyira nem tudunk korcsolyázni, de mindig kijövünk az ilyen alkalmakra, mert itt együtt vagyunk, és nagyon szeretjük ezt a hangulatot. Többen vannak, jobb a hangulat, jobban lehet menni ilyenkor. A jégpályák éjszakáját minden évben meghirdetik, és az ország bármely jégpálya üzemeltetője csatlakozhat a programhoz. Január 20-án több mint 30 pályát vernek igénybe a magyarok, hiszen a Magyar Jégkorong Szövetség 8. alkalommal szervezi meg a jégpályák éjszakáját. Az Icsi-ligetben a Kori-ligetet használhatják a székesfehérváriak, illetve a mögöttem látható jégcsarnokot. A szombati eseményhez a Kori-liget is csatlakozott, ott 21 órától 23 óráig, míg a jégcsarnok pályáján 19 órától 22 óráig csúszkálhattak a székesfehérváriak. A korcsolyázás népszerűsítő rendezvény nem nagy meglepetésre hatalmas tömegeket mozgatott meg.